köszöntöm a kedves szülőket és hozzátartozókat. Először is szeretném elmondani, és szeretném megköszönni Edinának, hogy létrehozta ezt a Tititán néptánctábort, és hogy elhívott minket, mert nélkülük ez nem jött volna létre, úgyhogy egy nagy tapsot neki. Idén a táborban Kányádi Sándor a Bánatos Királylány Kutya című mesével foglalkoztunk, de amit látni fognak, az egy átdolgozása, és az előadásban lesznek olyan szövegrészek, amelyeket a gyerekek írtak. Úgyhogy fogadják sok szeretettel, a telefonokat némítsuk le, és jó szórakozást! Amikor a nyári nap tüzesebb, és kalandja árnyék a hűesebb volt, amikor még sarlóval aratták a búzát, akkoriban nagy keletje volt az olyan apró legénykéknek is, amilyen én láttam úgy 7-8 esztendős koromban. Igyekeztem is tőlem, fiú vagyok. Igyekeztem is tőlem telhetően hasznossá tenni magamat. Volt egy másik tisztem is, a vízfordás. Amikor kürült a korsó, szó nélkül fülön fogtam, s már mentem is a vár fele vízért. Egyszer, amikor éppen ebédhez hoztam friss vizet, azt kérdi tőlem az egyik híres aratóasszony. Tudod-e, honnan hoztad a vizet? Hát, hogy ne tudnám, a vár fel a csorgójából. S hát, tudod-e azt a hegyet, mit hívják vár felének? Biztosan azért, mert valamikor egy vár lehetett rajta. Ám bizony, de micsoda vár, s hát az tudod-e, kinek a vára volt? Azt nem tudtam. Ha nem tudod, akkor én most megmondom neked. És közben kanálta a finom megileves. Megmondom én, csak előbb végezzük az ebéddel, mert ahogy mondani szokták, magyar ember, amikor eci, nem beszél. Ezen mindannyian jót nevetünk. De aztán igyekeztünk, mert nem csak én, hanem a felnőttek is kíváncsiak voltak arra, hogy kié lehetett a vár. Kanalazták hát szaponát, s a húst is csak éppen megforgatták a szájukban. Az asszony végül megtörölte a száját, s felén kacsintva azt mondta. Nagy egy csuporra a Bánatos Királylány könnyeiből. Mi? Miből? A korsóból, mert azt a csorgót valamikor régen Bánatos Királylány kutyának hitták. Ezt a várat maga Csaba királyfi építette. Itt a környéken letelepedő népe volt almára. Ez volt az ő legkedvesebb vára, mert sok vára volt neki, de ez volt az ő legkedvesebb, ezért is hagyta az ő legkedvesebb leányára. Még a tűzhely hideg nem lesz, még a folyó vissza nem foly, addig jó népen itt székel. Aztán Csaba királyfi elment, amint tudjuk, itt hagyta az ő népét, s leányát is ebben a szemközti csodálatos szép várban. Hol van Csaba? Aja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 j
menni az előadásra. Bocsi, most. Majd én ne játszom Csaba király. Tudjátok mi? Én leszek Csaba király. De te játszol a szerepet. Tehát emberek, én is lány vagyok, és mégis fiú szerepet játszom. A válnak három rend fale volt. Három! Három! A külső körből. A középső téglából. A belsővel. Nem is tudom miből. Biztos a márványból. Lehet, hogy éppen márványból, mert abból volt maga a palota is. Hófehér márványból. Itt tényleg élt a királylány, s várta haza az apját, de az csak nem jött. Olyan hírek is kerintek róla, hogy meghalt volna ott fönt a hadak útján. Leesett volna a lováról, a lánya nem hitt el. De azért, hogy meg ne szólják, meggyászolta. A gyász teteltével széjjel nézett a környéken, hogy keressen egy magához illő férfi embert. Talált is nem sokára itt a faluban egy igen jóra való ember. Jámborat, dolgosat, becsületest. Össze is házasodtak. Nem csaptak nagy lakodalmat, már az apa tekintetére sem, csak a mi falunkat hívták meg. Összeházasodtak, s boldogan éltek. De hát, hogy csak a királyfi. Elnézést, Gerda, Lilla, ha nincsen Csaba királyfi, hogy lesz megtartva az esküből? Hát, nem tudom. Gerda. Hát, te tudod a Csaba királyfinak a táncát? Hát, esetleg el tudom táncolni. Akkor megpróbálod, Léci. Legyen. Jó. Most jöttem, Júlá. Thank you.
Gyönyörűséges, szép lánypája született az ifjú királyasszonynak. Nagy lett az öröm. Szia! Szia! De nagy lett a bánat is, mert még karanuló sem volt a kicsi király kisasszony, mikor a királyasszonynak elszakadt az élete fonala. Nagy lett a gyász, a bánat. Cselédkénél is rosszabb lett a sora, és szomorú nótákat énekelt, amikor csak elbújhat a gonosz mostohájára. Édesanyám, miért tűntél a világra? Dobtál volna az a varos tisztára?
is már könnyezték. De egyszer csak meghallotta mostoha a királylányének. Na hát én fát csinálok belőle, te semmi nem kellő. Hogy nézel ki? Nem is tudsz dolgozni. Te semmire kellő, te! Egyáltalán mikor tanulsz meg beszélni? Ostoba cserébe! A király kisasszony egy gyönyörű fenyőfává változott át. Boszorkány volt a mostoha. Boszorkány, hát, de nem az ő akaratából változott fenyőfává, hanem az édesanyja síron túl is tartott, gondoskodása miatt változott át. Mert ha a mostoha változtatta volna fává a király kisasszony, akkor nem lett volna annak a fenyőnek olyan jótékony árnyéka, hogy aki alája telepedik, ha beteg meggyógyul, ha pedig öreg megfiatalodik. Hát olyan árnyéka volt? Olyan annak. De egyszer aztán, hogy már az öreg mostoha is kezdett ráncosodni, oda telepedett a fa tövébe, hogy fiatalodjék. Jaj, csúcsit vettem vissza meg! Villámhasított a fába. De csak az alatta ülő mostohát égette el, hogy kora sem maradt. A fa alatt megnyílt a föld, és össze is csukorodott. Eképpen vette magához a szerető anya az öreg egyszer lányát. Akkor fakadt a forrás. A bánatos kilárán könnyéből táplálkozik, mert akármilyen boldog is, szegényke ott lenne az édesanyja mellett, örömében is állandóan a könnyeit hullatja. És hullatja mindaddig, míg vissza nem jön Csaba királyfi, vagy az ő követe, aki méltó vőlegénye lehetne a föld mélyébe rejtőző király kisasszonynak, aki mindeddig gondoskodik szeretett népéről, hogy legalább friss ivóvízben ne legyen hiányuk ilyen nagy dolog időben. Hát ez meg mi akart lenni? Ilyen szomorú mesét rendezni? Lila most komolyan most végezte a színművészetét. Hát ez nagyon gáz. Gerda, rólad meg ne is beszéljünk. Hány éve táncolsz? Most vagyok itt először ebbe a táborba, és ilyen szomorúságot. Csináljunk valami vidámat. Csináljunk valami vidámat is, na. Na, vidolja. Tanítsatok valami mozvai. Gyerünk, na, álljatok föl. Gyertek, táncoljunk, gyere, gyertek csak! Na, gyertek! Elnézést, nem tudom, Dorina, ezt most miért csinálod? Mert tényleg, micsoda szomorúság! Ha ez... Bocsánat. Ez megérthetetlen. Elnézést. Dorina, vesz a kamera, nem kéne így viselkedni. Oh. Gerda, most mit csinálja? Táncoljunk! Ez jó, az mindenre megoldás. Na jó, akkor táncoljunk.